Szevasztok gyerekek, magyar ételt a magyar szájba. Ez a mai mottónk. El fogom készíteni a tökéletes dödöllét úgy, ahogy a zalaiak nem szokták. Kicsit előre dolgoztam, ugyanis fél kiló krumplit megpucoltam, felvágtam kockára, és beraktam ebbe az edénybe vízzel és sóval, nézzétek meg, pont annyi vizet raktam rá, hogy épp hogy ellepi, sőt, egy-két krumpli még ki is lóg a vízből. Ebben fogjuk most ezt szép puhára főzni, azért fontos, hogy ne rakjunk bele több vizet, mert hogy ezt benne fogjuk majd hagyni, ezzel együtt a vízzel, a főző vízzel fogjuk majd összetörni a krumplit, szóval most csak meg kell várnunk, amíg ez megpuhul. Na nézzétek meg, így kell kinézni a kolompérnak. Gyakorlatilag teljesen szétfőztük, maradt egy kis leve, ez fontos, ugye ezt mondtam. Úgyhogy most azt fogjuk csinálni, hogy ehhez elkezdünk hozzápakolni lisztet. A fél kiló krumplihoz kb. 20 deka lisztet fogunk hozzápakolni. Meglátjuk persze, hogy mennyit fesz föl pontosan, de ez a 20 deka, ez nagyjából az irány, a kiindulás. Ezt ki is mérjük precíziósan, ez most 20 deka. Na! Lejjebb veszik a lángot, egy picit melegen fogjuk tartani, kettesen van, és a krumplihoz, illetve a főzőléhez elkezdjük hozzányomatni a lisztet. Először hozzáadjuk a felét, és megnézzük, hogy mi történik. Egészet nézzetek, meg el kell kezdeni összekeverni. Mivel teljesen megfőztük a krumplit, látjátok is, hogy a kanállal gyakorlatilag szét tudjátok nyomni. Forró a krumpli, forró a folyadék is, úgyhogy a lisztet szépen elkezdi felvenni, és az egészből egy ilyen sűrűbb, burgonya pürészerű masszát kell kapnunk, akkor csináljuk jó, hogyha azt érezzük, hogy rohadt nehéz kavarni. Aha, érzem, combosodik azért. Na, rakjuk hozzá többi lisztet, és keverünk tovább. Gyerekek, azért ez a pityókát összekeverni a liszttel, ilyen sűrűségbe, ez felér egy edzéssel, ezt komolyan mondom, mindjárt leveszem a pulcsimat. Tényleg egy ilyen sűrű tésztává állt össze értelemszerűen. Érdemes egy kicsit egyébként megkóstolni. Kis só még jöhet bele, kis bors szintén. Még egyszer ezekkel átkeverem, csak ezt kicsit félre rakjuk. Teflon serpenyő a következő. Elkezdem melegíteni közepes hőmérsékleten, és nekiesek a sós füstölt szalonnának. A bőrkénél szépen bevágunk, levágunk egy darabot, és az egészet kis kockákra felvagdossuk. És ez a szalonka szépen jön rá a serpenyőre, kiolvasztjuk a zsírját, ropogósra pirítjuk, és akkor mielőtt még teljesen szétsülnének a szalonnak is kockáink, ezeket ügyesen egy kanállal lehalásszuk a zsírról. Így. Vigyázzatok ilyenkor magatokra. A szalonna pörc az majd még a műsor egy későbbi részében elő fog bukkanni, ne féljetek tőle. Most csak a zsírra van szükségünk, mert hogy ebben fogjuk lepiríteni a dödöllét. Most nagyon egyszerű dolgunk lesz, fogjuk ezt a kanalat, amit az előbb is használtunk, egy kicsit bezsírozzuk, és lazán elkezdünk ilyen galuskákat formázni ebből a masszából, és így, ahogy esik, beledobjuk a forró zsírba, és így fogjuk szépen mind a két oldalát lepiríteni. Amikor kell, akkor egy kicsit újra bezsírozzuk a kanalat, szépen ezek jöhetnek egymás mellé. Jó, hogyha lepirult az alja, akkor gyorsan meg kell forgatni őket. Ezt nézzétek, milyen iszonyatosan jól néznek ki. Imádom! Na, az alapdödölénk az meg is van, és hogy azt mondtam, hogy úgy fogom csinálni, hogy a zalaiak nem szokták, mert hogy szerintem a zalaiaknak nem szokott az eszükbe jutni azt, hogy ezt az egészet egy lecsó olapra pakolják rá. Én viszont ezt fogom csinálni, szóval fogom szépen a kis dödöléket, félrerakom most egy tálba, így. A serpenyőn pedig összedobok egy klasszik lecsót. Újabb a kis kocka szalonna jön a serpenyőbe, és amíg ez kiolvad, két paprikának kikapjuk a csumáját, és nagyobb darabokra vágjuk őket. Jöhetnek a forró zsírra, ahol magas lángon kicsit odapirítjuk, így intenzívebb lesz a paprika íze a lecsóban. Én csak ilyenkor szoktam rádobni a finomra vágott hagymát, amit, hogyha már üveges, a kockára vágott paradicsom követ. Jöhet egy gyors fűszerezés, só, bors, kis őrölt kömény, majoranna, fűszert paprika és egy gerec szeletelt fokhagyma. Átforgatjuk, kislángon rotyogtatjuk, amíg el nem készül. Na, a lecsókánk az el is készült, én most egy nagyon pici vizet fogok hozzáadni, nem kell meglepődni, azért, így, hogy egy kicsit szottyosabb legyen az átlagosnál, ezzel azért, mert hogy most erre a kész lecsóra fogjuk, és a kész dödöllét visszacsúsztatjuk, nézzétek, de jól néz ki! És ezt most szépen be fogjuk repíteni a sütőbe, 180 fokra, 20 percre, hogy tökéletesen süljön.
Na gyerekek, ezzel meg is vagyunk. Adok egy pró tippet, hogyha egy serpenyőt kivesztek a forró sütőből, hagyjátok rajta a konyharuhát, mert az ember szétégeti a kezét, más nagyon sokszor láttam ilyet. Egy lépés van még hátra, fogunk egy kis tejfölt, 2-3 evőkanállal, belekanalazzuk egy kisebb tába, nyomunk egy kis fokhagymát, tolunk bele egy kis sót, az egészet jól összekeverjük. Utolsó lépésként ezt a fokhagymás sós tejfölt egyszerűen csak így rádobáljuk ide-oda. Ó, a kis dödölénkre. Jaj, de iszonyatosan jó lesz. És hát biztos emlékeztek rá, hogy annak idején még lepirítottunk egy kis szalonnát is. Hát ez is csak arra vár, hogy rászórjuk a dödöllet tetejére. Ó, és gyakorlatilag ezzel el is készültünk. Alul a szaftos lecsó rajta a tökéletes dödölle, fokhagymás tejföl és szalonna. Gyerekek, jó étvágyat! A videó támogatója az Electrolux.